Felhőtlen nevetés és persze a régmúlt dallamai jellemezték a péntek estéjét annak, aki ellátogatott a Latabár kávéházba. Egy színpad, több asztal, egy finom koktél, és már csak egy színdarab hiányzott, amit a Budapesti Pódium Színház hozott el a sátorraja új helyiek számára. A Táncsics tér megtelt a kultúrát kedvelőkkel, és mindenki jól szórakozott. A Kossuth Lajos Művelődési Központ egy sikeres pályázatnak köszönhetően indította el a zenés estéket, amit két hetente pénteken láthatnak az érdeklődők. Akkor a Latabár kávéház, amely ugye szintén a Művelődési Központhoz tartozik, akkor kitelepül, és itt egy kis színpadot felállítva indítunk el egy ilyen sorozatot. Ez nagyon kis ilyen patinás, ilyen kis úgy mozi köz, és ez szerintem kiváló erre a kis programra. A mai napon, ugye, ahogy említettem, 7 órától kezdődnek mindig a programok. A éjjel az Orfeumban Hacsekkel és Sajóval, tehát már a nevében is benne van, hogy ez egy vidám, egy ilyen kis zenés kabaréra számíthatunk. A Pódium Színház már több mint 10 éve működik, és már nem először jártak a városunkban. Nagyon-nagyon sokszor voltunk már itt önöknél, nálatok, nagyon szeretjük az itteni közönséget. Nagy színházi előadásokkal voltunk itt, Harsányi művész úr darabjával voltunk itt saját darabbal, Charlie nénye zenés vígjátékkal, Apa csak egy van című zenés bohózattal, úgyhogy nagyon szeretünk ide járni, Isten itt a közönség, és most volt lehetőség nyáron is itt lenni egy kicsit, de gyakorlatilag pár héttel ezelőtt voltunk itt egy fesztivál keretében, ahol az Állati Ki mit nem tudott, és egy táncdalfesztivál műsoron voltunk. Úgyhogy hazajárunk ide, nagyon szeretünk itt játszani, szeretjük az itteni közönséget, és nagyon jó érzés nevettetni, mi nagyon szeretünk nevettetni. A Pódium Színház művészei szerint nagyon szeretnek nevettetni, így nem volt kérdés, hogy mit hoznak a mai estére. Ma egy különleges csemegét hoztunk, éjjel az Orfeumban, Hacsekkel és Sajóval, igazi klasszikus vígjáték gyakorlatilag, azt mondhatnám, mert a Pesti Kabaré megszületéséről szól, nem csak kabaré jeleneteket láthatnak, hanem egy egész kerek történetet is látnak a nézők, hiszen Nóti Károly, Vadnai László, a két igazi nagy kabaré szerzőnek a vívódásai, vitái, egymás csípkelődés, vannak ebbe a történetbe, ahol kialakul a darab végére, nyilván happy endként, hogy megszületik az igazi pesti kabaré. A közönség láthatóan jól szórakozott, de nem csak a komédián, hiszen az ismert darab közben táncra is perdítette a színművésznő a férfiakat.